Játszani. Ilyen 13 éves lehettem, ilyen hallgattam ezeket a blueszenéket, blueszenészeket, Deák Bű Gyula meg ilyenek, és akkor így megtetszett nagyon a szóló, meg ilyen rock'n'roll szólók, és így szereztem egy gitárt, egy kis olcsó dobgitárt szereztem, és azon elkezdtem így gyakorolgatni hallásról, amit hallottam, és így nagyjából. Aztán szereztem egy elektromos gitárt, és így kialakult az egész. A tájházban összejöttünk a fiúkkal, így van egy kis zenekarunk, és így szoktunk gyakorolni. Meg persze, ha nem tudunk idejönni gyakorolni néha, akkor együtt vagyunk, suliba járunk együtt, ott gyakorolunk, ha hétvégenként, akkor jövünk ide, hogy van lehetőségünk, akkor jövünk a tájházba gyakorolni. Harmadéves egyetemista voltam, amikor megfogalmazódott bennem, hogy akkor szeretnék egy tájházat létesíteni, és elkezdtem gyűjtögetni az ösztöndíjamat, hogy ezt a házat meg tudjam venni. És ötödéves egyetemista voltam, tehát végzős egyetemista, amikor elkezdtem tárgyalásokat folytatni ez ügyben, ez volt 95-ben, amikor elvégeztem az egyetemet, és 2001-ben sikerült annyi pénzt összegyűjtenem, hogy ezt a házat sikerült egy öreg házaspártól megvenni. Igaz, hogy háromszoros áron, amikor megtudták, hogy én mit szeretnék itt létesíteni, akkor 70 ezer forint helyett, amennyit akkor ért ez a terület, ami nem így nézett ki, mint most, 450 ezer forintért vásároltam meg az ösztöndíjamból ezt a házat, és aztán pedig pályázati pénzből sikerült ilyenné formálni, mint amilyen. Én azt látom, hogy 400 tájház van Magyarországon, és ez az első roma tájház 2001-ben 40 év lemaradását próbálta behozni, és 2010-ben, tehát tavaly kaptuk az első állami támogatást, akkor még az Oktatási és Kulturális Minisztérium indította el az első roma tájház működését, és idén kaptuk meg a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztériumtól azt, hogy ezáltal a kormány is elismerte, hogy fontos az első roma tájházat mintaszerűen beindítani, és itt olyan tevékenységeket végezni, tehát ez egy élő múzeum, mondhatom azt, mert hogy közösségépítés folyik az idősek tekintetében is, mert ők is igénylik, és a fiatalok tekintetében is különböző programjaink vannak. Havonta például ezt a tehetségműhelyt csináljuk a zenei és a képzőművészeti területen. A Romanes Egyesület tagjaként Rézműves Melindával együtt szoktunk lejárni havonta egyszer egy tehetségprogramot vezetek, én a képzőművészetit, illetve a kollégáim a zeneművészetit.
És jelen pillanatban ez az egyik alkalom, amelyiket láthattok itt mögöttem. A gyerekekkel azt gondolom, hogy nagyon fontos foglalkozni, és ez egy olyan program, ami elősegíti azt, hogyha esetleg egy-egy tehetség kibontakozni szeretne, akkor az itt megteheti. Azért tartom fontosnak, mert én is cigány vagyok, és elég nehéz sorsokat látni, főleg vidéken. És azt gondolom, hogy az egyetlen olyan kiemelkedési mód a kultúra. És ebben azt gondolom, hogy segítenünk kell kötelező azoknak, akik megtehetik. Amikor programokat csinálunk, csárdás fesztivált, gasztronómiai fesztivált, művészeti fesztivált, vagy képzőművészeti kiállítás, vagy szabadtéri mozit, akkor nem csak a romákra számítunk, hála Istennek, hanem a faluban jönnek a magyar gyerekek is, a magyar lakosság is megszokta azt, hogy ez egy közös tájház. És más faluból is, a kistérségből, Csengerből, Nagyecsed, Fábiánháza, Vásárosnamény, Máté Szalka, Kántor Jánosi Nyírkáta, tehát jönnek a látogatók, illetve a foglalkozásoknak az intenzív résztvevői. Az 1970-es, 80-as, 90-es években nyitottabbak voltak egymáshoz az emberek. Gyakrabban összejöttek délutánként, esténként, és beszélgettek egymással, de azt veszem észre, hogy a munkanélküliség, a szegénység minden családot így bezártá tesz. Mert az is van benne, hogy szégyelik egymás előtt, egymás körülményeit, az aznapi gondját. És a tájház abban tud segíteni, hogy ez egy közös tér arra, hogy például itt volt főzés minden hétvégén, amikor az asszonyok úgy gondolják, hogy akkor csinálnak egy zöldséglevest, akkor hozzák magukkal a hozzávalókat, most is fognak főzni, és ilyenkor beszélgetnek, és megélik az identitásukat, behozzák az unokájukat, itt vannak a gyerekek, elmesélik, hogy hogyan laktak, milyen eszközöket használtak, hogyan volt gyermeknapuk, vagy milyen értékeik voltak a gyerekkorukban, amit ő át akar menteni a mostani generációnak. Például a múlt héten volt egy ilyen kutatásba kezdtünk a helyiekkel, családfa kutatásban, és minden családfő külön élvezi azt, hogy meddig tud visszaemlékezni, és jelenleg az 1800-as évek elejéig vezettük vissza a rokoni szálakat és a családtagokat, és szeretnénk majd ebből egy kiállítást csinálni itt a tájház területén, hogy a gyerekek láthassák azt, hogy tanulják vissza a maguk, saját maguk identitását, az, hogy a népi kultúrájukat ne szegénységként éljék meg, hanem gazdagságként. Mert igaz, hogy nagyon sokat kell fektetni az oktatásra, a szociális helyzetre, a munkateremtésre, a lakhatásra, tehát ez az Európai Roma Programnak a fő célkitűzései, de én hiszem azt is vallom, hogyha egy faluban vagy egy városban az embereknek nincsen kulturális kötődésük, nincsen egy tartása, akkor csak el fognak menni egymás mellett, a tömegkultúra mellett, és nem fognak értékként tekinteni, és nem lesz mit átadni. Hála Istennek most a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázatot írt ki a Roma Tájház számára, és döntés született éppen a hetekben, hogy szeretnék támogatni egyszerű beruházási tervünket azzal, hogy itt átelemben sikerült megvásárolni egy családi házat a telep közepén, és szeretnénk ezt a családi házat átalakítani. Azt gondolom, hogy amikor az ember ilyen maradandó dolgokat tud alkotni, akkor annak az utókor fogja a hasznát venni.